Nyíregyházán a Városházán tartottak a két szakmai ülését a Megyei Jogú Városok Szövetségének jegyzői kollégiuma. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Kovács Ferenc polgármester azt mondta, megtiszteltetés a város számára, hogy az éves tanácskozásnak ezúttal Nyíregyháza ad otthont. Én nagyon örülök és köszönöm, hogy a Megyei Szövetségének jegyzői kollégiuma az éves szakmai nagyon fontos tanácskozását Nyíregyházára szervezte. Örömmel adunk ennek otthont. És hát ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy a megyegú városok hivatal vezetője, a jegyzők, címzetes főjegyzők, akik mindig találnak munkát, mert a nagyvárosokat érintő változások azok szinte folyamatosak. Tehát lesz bőven miről tanácskozni, és valóban, ahogy a kollégium elnöke mondta, nagyon színvonalas előadókat is megnyertek ez a szakmai tanácskozáshoz. Külön érdekessége az idei jegyzői kollégiumnak, hogy jövő évben választást, sőt választásokat tartanak. A jogi keretekkel pedig a választópolgároknak és az önkormányzatoknak is tisztában kell lenniük. Egyedülálló lesz például, hogy jövő évben egy napon, azaz június 9-én tartják meg az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat. Ez azt is magával hordozza, hogy a jelenleg megbízatásukat teljesítő polgármesterek és képviselőtestületek jogkörei és kötelezettségei nem a választás napjáig tartanak, mondta el Dukai Miklós önkormányzati államtitkár. Ez azt jelenti, hogy akiket 2019-ben megválasztottunk polgármestereket, képviselőtestületi tagokat, ők a mandátumukat egészen 2024. szeptember 30-áig, illetve 2024. október 1-ig gyakorolják, független attól, hogy a választás az korábban lezajlik, így a, akiket majd nyáron meg fogunk választani mindannyian, polgármestereket, képviselőket, ők majd hivatalba lépésük az október 1-én fog elkövetkezni. Addig mindenki gyakorolja az ő mandátumát és a tisztségeit. Ugyanakkor ez, ez azt is fogja eredményezni, hogy minden megválasztott polgármester és képviselőnek a hivatalba lépése az ugye október 1-én fog bekövetkezni. Onnantól fogják majd gyakorolni az új képviselőtestek és polgármesterek a mandátumukat. Ez a, a jogosítványaik, ugyanakkor a kötelezettségeik is ekkortól ö, fognak bekövetkezni, tehát ekkortól kell majd vagyonnyilatkozatot tenni, illetve az összeférhetetlenséget is megszüntetni, hogyha ilyen esetlegesen ö, fönnállna. Dukai Miklós hozzátette: A kormányzat 2010 óta folyamatosan partnerként tekint az önkormányzatokra, ez pedig különösen fontos a mostani időszakban. Nagyon sok, tehát az elmúlt 13 évben nagyon sok olyan helyen jártam jó magam is, meg kormányzati szereplők vettek részt olyan különböző fórumokon összejöveteleken, ahol az önkormányzati döntéshozókkal, az önkormányzati vezetőkkel találkoztunk, és a különböző ügyes-bajos dolgokat tudtuk megvitatni, megbeszélni a, akár a jobb időszakban, akár a nehezebb időszakban. Ha csak arra gondolunk, hogy most ugye euh, mégiscsak a veszélyek korát éljük, ilyen értelemben a migráció erről, szomszédunkban háborúdul, ennek a nyomán vannak az elhibázott brüsszeli szankciók, amelyek sújtják a magyarokat, Magyarországot, mindannyian viseljük ennek a terhét, ezt viseljük közösen az önkormányzatokkal, de mi úgy látjuk, a kormány úgy látja, hogy itt csak az összefogással és az együttműködéssel lehet elérni eredményeket és a nehézségeket legyőzni. A megyei jogú városok szövetségének jegyzői kollégiuma kedden és szerdán ülésezett Nyíregyházán.